Tehát most egy olyan világot élünk, hogy, gyakorlatilag az értékek felborultak. Tehát azok az értékek, amik voltak a világunkban, tehát furcsa lesz, amit mondok. Mi jobb világot éltünk meg az én korosztályom, mint az előző és az utánunk következő. Tehát mi voltunk azok, akik a legjobb időszakban voltunk fiatalok. Az a legjobb időszak az 65 évtől, tehát a 1965-től gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 89-ig volt. 90-ig max. Az volt az elmúlt 100 év legjobb időszaka. Ha tetszik, ha nem. Minden szempontból a legjobb volt. Lehet, hogy az embernek nem volt egy Mercedes-e, egy BMW-je, meg egy Audi-ja, meg egy Jaguar-ja. Érted? De nem is kellett, hogy legyen. Érted? Nem is kellett. Lehet, hogy nem volt, mit tudom, 500 négyzetméteres lakása. De nem is kellett. Érted? Nem is kellett. De az biztos, hogy az emberek sokkal jobb állapotban voltak abban az időszakban, és az emberek sokkal boldogabbak voltak, és sokkal tisztességesebb társadalmi forma volt, mint azóta bármikor. Ha tetszik valakinek, ha nem, ez az igazság. Tehát az az időszak, van érdemes volt fiatalnak lenni, érted? És a fiatalok jól érezhették magukat. Na most gondoljátok végig, volt 2000 forintos fizetésem a 80-as évek elején, avval kezdtem el, és meg tudtam azt tenni, hogy ebből a pénzből úgy, hogy a felét leadtam a szüleimnek, maradt 1000 forintom, és meg tudtam azt tenni, hogy 5 nap egy héten bulizni járjak. Érted? Na most ezt csináld meg. Oké? És ez a kezdőfizetésem volt. Most csináld meg egy kezdőfizetésből. Hát se tudsz menni bulizni. Hát nincs hova. Érted? Nincs hova. Bezártak a bulizó helyet. És minden, mondom, egy hétből 5 napot tudtam elmenni. És ezt másfél éven keresztül folyamatosan csináltam. És úgy, hogy még benzinre is költöttem. Mert volt autóm. Tehát mondom, egy olyan világban éltünk, ahol jól érezte az ember magát. Érted? Még akkor is, ha én abban az időszakban, ugye egy jó ideig teljesen, mondhatjuk azt, hogy végig alkalmazóként éltem az életemet. Tehát abban a 20 évben. És mégis, nem 20 évben, bocsánat, mert 89, akkor csak 10 évben. 9 évben. És ugye, ha tőlem valaki idősebb, akkor ugyanezt mondjuk egy 10-essel, 15-tel, ugyanezt elmondhatja. Hogy 65-től gyakorlatilag teljesen jó világ volt. Hát csak azt nézd meg példaként, hogy nézd vissza mondjuk a 60-as években, hogy hogyan jöttek, mentek az emberek az utcán. A férfiak mind öltöny nyakkendő. A nők meg jobbnál jobban néztek ki. Nőkként néztek ki. Nem úgy, hogy hátulról nem tud meghatározni, hogy nő vagy férfi. Érted? Előről se biztos, így van. Érted? Tehát jól néztek ki a hölgyek,
jól öltözöttek voltak, jó állapotúak voltak, olyan, hogy depresszió nem is létezett, érte? Azt sem tudták, mi az. Olyan, hogy rák, azt hitték, hogy a folyóban járkáló állat, érted? Azt sem tudták, mi az, hogy rákbetegség, nem volt ilyen, érted? Tehát ezt most miért mondom? Mert azt gondolják a fiatalok, hogy mert azt tanulták a történelmi órákon, hogy az egy milyen ócska társadalmi rendszer volt, meg élet volt, érted? Meg hogy mit tudom, éheztünk, mikor éheztünk mi a szocializmusban? Nem visszasírom, érted? Nem lesz már szocializmus, hála Istennek. Hol volt ott éhezés? Volt valami olyat, amit nem tudtál megvenni? Nem volt, gyakorlatilag megvettél bármit, csak lehet, hogy nem azonnal. Lehet, hogy nem az első boltban. De amit akkor igényként felmerül, az ember mindent meg tudott venni. Bárki, aki nem tudott építkezni, kapott lakást az államtól. Most ez hol? És nem akármilyen lakásokat, összkomfortos lakásokat. Például vadi újakat, amit ott építettek új palotán, meg Békásmegyeren, meg stb. Érted? Az egész lakótelep, az gyakorlatilag nem megvett lakások voltak, hanem az állam azt osztotta ki az embereknek. Azoknak, akik nem tudtak lakást építeni. Érted? Aki lakást épített, fogta, és összehívta a haverokat, érted, nyilván tervrajz az azért volt, összehívta, nem kellett kőműves, érted? Fölépítették. Ha valaki egy kicsit értett a házépítéshez, még akár nem kőművesként is, simán fölépítették a házat. Nem kellett az, hogy csak minden szakember csinálhat, és akkor az iszonyú pénzbe kerül. Ezért gyakorlatilag tudtak építkezni az emberek, érted? Ezt most miért mondom? Mert az, amit megéltél akár az elmúlt 10 évben, ahhoz képest 50-szer jobb volt, érted? Még levéve ezt a 2 évet, ami nagyon rossz. Hát most gondold végig egy fiatal, egy fiatal ember vagy egy fiatal nő. Simán, éppen beszélgettem a múltkor valakivel, régebben ismerkedett össze a párjával, hol tömegközlekedési eszközön. Érted? Úgy, hogy rendszeresen a tömegközlekedési eszközön találkoztak. Ő úgy ismerkedett meg. Most? Nem tudod, hogy hogy néz ki? Hát le van takarva, érted, az arca. Érted? Hát nem tudod, hogy néz ki. Hát zsákmagbacskával az ember nem ismerkedik, nem? Hát az ember csak látni akarná a másikat. Hát például ez kiesett az ismerkedésből. Kiesett az ismerkedésből a szórakozó helyek. Az is teljesen kiesett. Érted? Hol lehetett máshol ismerkedni? Én például a szórakozó helyen ismerkedtem meg a nejemmel, a tánciskolába. Mondom, akivel beszélgettem, ő azt mondta, hogy tömegközlekedési eszközön jöttek, mentek ugyanabban az időben, ugyanabban a busszal, és megismerkedtek egy idő után. Hát de most hol? Gondold végig egy olyan, a férfiak, nők nem tudnak ismerkedni. Hol ismerkedjenek? Interneten keresztül? És akkor megpróbálja interneten keresztül mindenki a jó oldalát mutatni, nem? És akkor utána, mikor találkoznak, na akkor jön a döbbenet, tudod? Na az a valóság. Tehát most egy ilyen világban élünk. De ezt mi okoztuk saját magunknak. Tehát azt, hogy az emberek
úgy kezdtek el működni, ahogy a médiában látták. Hogyan? Hát úgy, hogy mit látnak a évtizedek óta az emberek a médiában? Hogy ó, micsoda mesés életet élnek a gazdagok. Nem ezt látják? Hát akkor én is gazdag akarok lenni. Nem? Ez az egyik. Akkor minden találkozáskor vedelni kell a piát. Nem? Nem ezt látják? Akkor dohányozni kell. Nem? Mert az a sik. Nem így van? Akkor hát ha már együtt öregszünk a párunkkal, akkor le kell cserélni egy fiatalra, nem? Vagy az a fontos, hogy a hapinak minél magasabb jövedelme vagy pénze legyen, minél több, nem? Miért nem ezt látják a filmekben, a médiában? Nehogy azt mondd, hogy nem. Hát az összes film erről szól. Tehát magyarul, ha megnézed, a normális múltbéli erkölcsi értékeket, azt így lesöpörték. De ha egy ember ezt lesöpörte, és elkezd úgy élni, mint ahogy a médiában látja, vagy úgy akar élni, ahogy a médiában látja, akkor az az ő döntése. Én nem egy olyan embert ismertem, ismerek, aki nem gazdag családból származik, és állandóan azt akarta mutatni, hogy ő milyen jó módú felnőttként. De ezt nem tudta anyagi téren a munkájával, jövedelmével elérni. Ezáltal, mit tudom én, vagy eladósodott az egyik, a másik meg, de ez a példa szokott lenni, a másik meg olyan pénzkeresési bulikba ment vele, amely nem törvényes. Érted? De ez megint az ő döntésük, érted? Tehát mindig az egyén döntése, hogy milyen életet akar élni, és ha sok ember ilyen életet akar élni, amit a médiában lát, akkor gyakorlatilag egy olyan társadalom jön létre, amely az aberrációra épül. Érted? Arra épül, ami nem egy társadalom, hanem egy csürhe vagy egy anarchia. Érted? Ahol nincsenek társadalmi értékek, és nincsenek emberi értékek. Tehát csak gondold végig, miért kell az embereknek erőn felül költekezni? Mondom, kell, mert ezt csinálják. Az emberek többsége az erőn felül költekezik. Mit jelent az erőn felül költekezés? Hát ha nincs pénzem valamire, akkor fölveszek hitelt. És most gondold végig, a mi világ, tehát a mi időnkben nem nagyon volt annyiféle hitel lehetőség, mint most. Volt akkor is hitel, sőt sokkal kedvezőbb hitelek voltak, mint most vannak. Oké? Sokkal kedvezőbb. Tehát nem voltak ilyen üzleti kamatok. Államilag szabályozott hitelek voltak csak, mert állami bankok voltak. De a legtöbb ember nem hitelből építkezett föl. Voltak, akik vettek föl hitelt az építkezésre, de a legtöbb nem. Most a legtöbb hitelből építkezik. Vagy hitelből vesz lakást. Vagy hitelből rendezi be. Vagy hitelből alakítja át. Érted?
annak idején ugye milyen volt a társadalmi felfogás? Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. És ha ezt nem tudjuk megvenni, akkor majd nem tudjuk megvenni, majd megvesszük akkor, amikor lesz rá pénzünk. És ugye ez majdnem az egész társadalomra igaz volt, így működött majdnem az egész társadalom. Most majdnem az egész társadalom pont az ellenkező módján működik. Ami azt jelenti, hogy most azonnal minden kell. Ha nem tudok valamit megvenni, ó, hát akkor adnak hitelt, megveszem. És nem tanulnak abból, senki nem tanul abból, vagy szinte senki, hogy mi lett azokkal, például amerikai állampolgárokkal, vagy bár itt európai és magyar állampolgárokkal, akik eladósodtak, és nem tudták fizetni a hitelt. De van egy mondás, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És ma rengeteg embernek több a hitele, mint a vagyona. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol azért jutott ide a társadalom, ahol van. Tehát hova jutott a társadalom? Tehát oda jutott, hogy egyszerűen, ha jobban megnézed, tehát az emberek ezeket a régről hozott társadalmi értékeket ugye elfelejtették, fölrakták, fölrúgták, stb. Stb. És egy olyan világot hoztunk létre, ahol gyakorlatilag fenn akarunk tartani egy életszínvonalat, az emberiség, a társadalom fenn akar tartani egy életszínvonalat, úgy, hogy azt az életszínvonalat már rég nem lehetne fenntartani a legtöbb embernél. Érted? Tehát most gondold végig, ha jobban megnézed, most vegyük ki azt, hogy hitelre veszik az emberek az értékeket, jó részt. Soha az embereknek nem volt ennyi vagyona. Érted? Soha. Tehát visszaemlékszünk ugye a legjobb időszakra, akkor az embereknek megvolt mindenük, de nem volt plusz. Érted? Volt mondjuk egy tévéjük, nem volt mobiltelefon, a legtöbb családban nem volt autó, a legtöbb család nem ment külföldre nyaralni, a legtöbb család még nyaralni sem ment, kirándulni meg ide-oda mentek, meg akinek volt hétvégi telke, oda ment nyaralni. Tehát közel nem volt ennyi vagyoni érték, de a vagyoni érték nagy része az hitelből van. Érted? De mondom, vegyük ezt le. Tehát közel nem volt ennyi vagyoni érték. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember mit akar? Vagyont, 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 nem? Hát ha visszaemlékszel, mondjuk akár filmekben, megnézelje a régi filmeket, ami mondjuk a múlt században készült. Milyen régi filmek? Mondjuk amik az 50-es, 60-as években készültek. Szerinted a nőknek elsősorban volt annyi ruhájuk meg cipőjük,
az átlag embereknek, mint most a nőknek. Tehát mondom, gyakorlatilag minden vagyonra, vagyonra akarunk költeni erőn felül, nem? Erőn felül. Na most ezáltal ugye az ember fölvesz hitelt, legalábbis a legtöbb. Fölvesz hitelt, hogy még több vagyona legyen. Hát lassan már ott tartunk, hogy a ruhát is adják majd hitelre, a ruhádat. Érted? Meg a cipődet, amit veszel. Már lassan ott fogunk tartani, hogyha élelmiszert akarsz venni, azt is lehet venni hitelre. Tehát vagyont halmoznak föl, de egy idő után ez a hitelből való felhalmozás oda jut, hogy az illető csődbe megy. Érted? A csőd azt jelenti, hogy a kifizetendő az több, mint amit az illető ki tud fizetni. Ugye általában a vállalkozásoknál van csőd, ugye a családok ezt a fogalmat még nem nagyon ismerik, pedig ez azt jelenti, hogy nem, tehát magyarul nincs annyi bevétel, mint amennyi a kiadás. Ezáltal csődbe megy a család. A csőd azt jelenti, hogy fizetésképtelenné válik. Na most, ha az ember fizetésképtelenné válik, főleg ha megszokott egy életszínvonalat, ugye én rengeteg emberrel dolgoztam együtt, és nagyon sok embernél láttam, hogy megszoknak egy életszínvonalat, és utána abból az életszínvonalból vissza kell venni, akkor az baromi rosszul esik. Szinte mindenkinek. És ha az embernek vissza kell venni az életszínvonalából, és ez rosszul esik neki, akkor ez azt jelenti, hogy rosszabb állapotba kerül. Lecsökken a rezgése. És az elmúlt 15 évben rengeteg embernek lecsökkent a rezgése azáltal, hogy fizetésképtelenné vált, a bolygóról beszélek. Tehát nem Magyarországról, az egész bolygóról. Mert ahhoz, hogy az ember teremtse az anyagi biztonságot, ahhoz jó állapotban kellene lenni, jó rezgésűeknek kellene lennünk, jó hangulatban kellene lennünk. És elindul ezáltal egy ilyen lefelé irányuló spirál, a rezgés, tehát a hangulat, és ebből kifolyólag a rezgést követően. És ez nem egy-két család, hanem az emberek és a családok többsége. Sőt, a bolygón. Oké? A családok többsége most. És ez mit eredményez? Ugye az emberiség frekvenciája, rezgése, az azóta, mióta nyakra főre lehet fölvenni a hiteleket, folyamatosan csökken. Azóta. Tehát addig, míg nem lehetett nyakra főre fölvenni a hiteleket, addig nem volt rezgés csökkenés. És azóta, mióta ilyen szabad hitel, kereskedelem van, és szabadon adhatják a hiteleket, azóta az emberiség rezgése elkezdett lecsökkenni. Tehát, és ennek következtében mi történik? Az történik, hogy egy embernek rosszabb a hangulata, akkor rosszabb, kevésbé állt helyt, tehát áll helyt az élete különböző területein. Ezek a területek a következők. Itt van ez a 10 terület. Ezeken a területeken kevésbé áll helyt. Egyre többet és többet hibázik. Ezáltal egyre több és több problémája lesz, ezáltal egyre alacsonyabb és alacsonyabb lesz a rezgése. Ez egy ördögi kör.
és ebbe belefutott a Földön sok százmillió család, illetve több milliárd ember. És több milliárd embernek a rezgése nem olyan, mint aminek lenni kell. Pedig egy olyan világban élünk, érted, hogy lassan adagolják, lassan. Tudod, mikor olvastam én erről, hogy lassan adagolva az emberek mennyire képesek elfogadni? Még a 90-es évek közepetáján olvastam erről. Érted? Hogy lassan adagolva az emberek úgy működnek, hogy elfogadják az egyre szigorúbb és szigorúbb szabályozásokat. És hát nézd meg, ez van. Azt mondták, hogy ó, hát az egy oltás az örökké fog szólni. Nem ezt mondták? Azt mondták. Akkor én mondtam, hogy semmi gond, hoznak egy rendeletet, hogy meddig fog szólni. Ennyi. Megcsinálták? Meg. Oké. Utána most azt mondják, hogy ha a harmadik oldást megkapod, akkor az örök életre szól. Ameddig nem hoznak egy olyan rendeletet, hogy eddig tartott. Érted? Ez ennyit jelent. Hát mondani bármit lehet. Hát most eleve megnézzük, ugye a hanyadik variáns van. Harmadik, negyedik, nem is tudom, hanyadik variáns. Na most, ha lesz egy ötödik, meg egy hatodik, akkor hogy lehet, hogy a harmadik oltás az jó már az ötödik, hatodik variánsra is? Hát, ha jó lenne, akkor kamu az egész. Érted? Hát hogy? Mondom, ha jó lenne, akkor az egész egy nagy kamu. Mert hogy lehet egy másik fajta vírusra egy előző oltás jó? Sehogy. Eleve honnan tudják, hogy mi lesz a következő mutáció, variáns, érted? Honnan tudják? Tehát egy jövőbeni variánsra nem lehet most oltást csinálni. Érted? Hogy? De erre senkinek nem jut eszébe? Hát biztos eszébe jut. De azoknak, akik mennek nyakra főre és elfogadnak mindent, azoknak nem jut eszébe semmi? És elhiszik azt, hogy majd lesznek mindenféle különböző járványok, és akkor arra is jó. Hát de mire való az agyunk? Nem arra, hogy gondolkozzunk? Nem azért, hogy káposztalélő työgjön benne, nem? A levesbe. Ja, a káposztalé az kell a leveshez, persze. Igen.